Sziasztok! Hát lehet, hogy tudjátok, de amikor én dolgozok, akkor általában egyé válok a munkával, szerintem ezért is szeretem annyira a munkámat, és ugye ezért is annyira élem át a játékos oldalt is, mert azt is legalább ugyanennyire szeretem. Úgyhogy különben nálam nagyon nehéz lenne megkerülni azt, hogy a munkámat ne lássátok a csatornán is. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ha van egy ilyen óriási változás, hogy felmondok a kólánál és eljövök onnan, akkor azt ti is le fogjátok követni, úgyhogy inkább ennek elébe megyek és elköszöntünk a cégtől, semmi harag nincs. Természetesen semmi harag nincs, kényelmesen elváltunk, egyszerűen csak úgy éreztem, hogy nem kell tovább. Úgyhogy menjünk tovább. Annyi emlékem van ebben a kocsival, és nem is csak ebben, már az előző szériával is rengeteg. Tehát nem tudom, már több mint 6 éve én a kólánál voltam, azóta nyüstöltem a kis opeleket, úgyhogy hát borzasztó sok emlékem van. Ha láttatok Play-t környékén általában egy kólás autót, az én voltam, úgyhogy hát nehéz elköszönni, fájdalmas, és a kis gurcsi is a szívemhez nőtt. De megérdem egy nagy mosást, úgyhogy szerintem most elmenjünk a mosóba és rendet rakunk, megmossuk, lefürdetjük, ne legyen már koszos szegénykém. Hé, hey, mi történt? Lehet, hogy mostanában adtam apró jeleket, egészen aprókat, hogy történt egy ilyen cégbeli átszerveződés mögöttem, és hogy másik cégnél dolgozok. De mindenképp be akartam nektek jelenteni, ugyanis egyszerűen nem tudom megkerülni, hogy ti úgyis az életem részei vagytok, és egyértelműen észrevettétek a Coca-Colát és a Monstert is az életemben, ugyanúgy észre fogjátok venni a Health-t. És egy ilyen volumenű cseréről kell egyszerűen beszélni, úgyhogy azért is vagyok itt, hogy elmondjam nektek, hogy a Hell Energy-nél dolgozom, és próbáltam nagyon sokáig csendbe maradni, de rengeteg olyan projektben is benne lógok egy picit, ami izgalmas, és szeretek segíteni, és jó dolgokkal foglalkozni, úgyhogy foglalkozok nagyon sok jó dologgal, aminek lehet, hogy nagy hangzavarja lesz, elképzelhető, biztos, 100%. Úgyhogy borzasztó izgalmas szakaszba ért az életem, ezért is szerettem volna ezt megosztani veletek. Minden rendben van, szépen lassan csöpögtetni fogom az infókat, jó? Az az igazság, hogy nagyon sok dologról még egyáltalán nem beszélhetek, úgyhogy kicsit félig meddig lett ez a videó, de ígérem, amikor már konkrétan a csatorna dolgaival fogok beszélni, amit a Hell érint elég durván, meg a gaming világot, akkor biztos, hogy részletesebb és sokkal jobb infokkal is tudok szolgálni, de egyszerűen megígértem, hogy elmondom nektek a cégcserét, mert nem tettük meg még hivatalosan. Tudom, hogy biztos kérdezni fogjátok, hogy mégis milyen a BMW egy Opel kombó után. Hát más. Tudjátok, én nem vagyok egy autószerelmes, ennek az árát videókártyára költeném, meg processzorra, meg PlayStationre, ha lehetne kapni belőle. Egyáltalán nem ezt akartam így vagizni ezt a videót, hogy itt áll, csak ez a legegyszerűbb és legkönnyebben megjeleníthető dolog, ami a munkámhoz tartozik, ugyanis én mindig kín vagyok a terepen. Úgyhogy erről ennyit, mielőtt bárki más lát bele. Jó megy. Ennyit kell róla tudni. Van 4 kereke, meg ajtajai. És szerintem ez az a szakmai szint, ahol én így megállok, mert ennyit értek az autókhoz. Úgyhogy köszönöm szépen, kell kapcsolja ki a kamerát. Engem olyan dolgok viszont biztos, hogy érdekelnek, hogy nektek mi a véleményetek a cégről, a termékeiről, és hogy mi mennyit tudtok, mert én is rengeteg olyan dolgot, ahhoz képest, hogy az FMCG iparban dolgoztam, nem tudtam és meglepett. Úgyhogy ha erről akartok beszélni, vagy erről mondjuk legyen külön videó, vagy ilyenek, vagy legyen ezen túl Turmix videó Hellel,
akkor írjátok le kommentben, tessék hagyni egy lájkot, lehetőleg a pozitív irányba, és iratkozzatok föl. Jó? Sziasztok, mehetek vissza játszani!